Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Klaudiával, aki hitoktató, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis élőben, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastjének különleges kiadása. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Történelmi pillanathoz érkezett ma este a Parallaxis, ugyanis élőben jelentkezünk, egy élő kísérleti podcast adásban vagyunk ma, és hát aztán szeretettel köszöntjük mindazokat, akik összegyűltek a Parallaxis YouTube csatornáján. Az én nevem Vince Miklós, aki ugye fizikus vagyok, és természetesen itt vannak elmaradhatatlan beszélgető társaink, például, hát kisorsolom, hogy kivel kezdjek, mondjuk Ivanics Ríger Klaudia, aki, mint tudhatjátok, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja, de hát emellett még földrajz és hitoktató, szóval ő aztán mindenhez ért. Szia, hallasz engem? Szia, szia, és köszöntök mindenkit. Igen, hallak. Nagyszerű, de természetesen itt van elmaradhatatlanul, legalább ennyire elmaradhatatlanul Pécsi Géza, aki ugye mérnök, mint tudjuk, és hát már nem először van itt a Parallaxis podcastban, hanem már oszlopos tagunk, ugyanakkor ő is, mint mindannyian, először vagyunk élőben. Hát te hallasz-e minket? Természetesen hallok, nagyszerűen. Hú, és mi milyen jól hallunk téged. Hát ez köszönhető az új csodálatos mikrofonodnak, amihez szeretettel gratulálunk. Na már most, ami, ugye egy Halloween, amúgy egyébként Halloween van, azért azt vegyük észre. Na most ehhez képest egyébként csak érintőlegesen kapcsolatos a mai témánk a Halloween-nel. Ugye a Halloween-as dekorációkból nem maradhat ki a hold. Lehetőleg teli hold, hát most éppen nem teli hold van, hanem kb. Olyan fél hold van most éppen amúgy. De az biztos, hogy a holdat szokás összefüggésbe hozni mindenféle ilyen brutális szellemvilágbeli ezo, bio, öko, transz, metaparákkal. Ugyanakkor azonban a tudománynak is egy fontos célja a hold, és egyébként ezért is tökéletes az időzítés, hiszen a mai témánk a hold lesz, konkrétan az, hogy az emberiség, tehát konkrétan az emberek, mint húsvér emberek, vissza fognak menni a holdra, és ez már annyira a kitapintható közeljövő, hogy a tervek szerint néhány héten belül emberszállító űrhajó indul a holdra, igaz ugyan, hogy még nem lesznek rajta emberek, de hát ez is mégiscsak olyas valami, amit akár ember nélkül sem mondhattunk el, majdnem pontosan 50 éve, hiszen 1972. decemberében indult legutóbb űrhajó a holdra, ami embereket szállított, és hát azóta bizony kicsit elhanyagoltuk égi kísérőnket, annak ellenére, hogy nagyon érdekes. Na most ugyanakkor azonban, mint ez a Parallaxis, ami azzal kapcsolatos, hogy ugye kidumáljuk azt, hogy például a tudományos, fantasztikus irodalom, vagy a filmművészet hogyan találkozik a tudománnyal, annak ellenére, hogy az emberiség elhanyagolta a holdat, azért szerencsére a science fiction irodalom és a filmek nem hanyagolták el a hold bázisokat. Tehát elég sok filmben láthatjuk azt az elképzelt jövőt, hogy az emberiség miket fog művelni a holdon. A könyveket tekintve Klaudiáik a szubzsánerbe több ilyen könyvről is szót ejtettek az elmúlt fél évben. De hát most erről fogunk akkor szót ejteni, hogy tehát az emberiség most kezdődő jövője, az Artemis program, aminek a végső célja tényleg az lesz, hogy az emberek folyamatos jelenléte biztosított legyen a holdon. Tehát nem csak látogatni megyünk, hanem ahogy az amerikaiak mondják, this time we are here to stay. Tehát most azért megyünk, most éppen azért vagyunk ott, hogy ott is maradjunk. Ugye ez a röviden összefoglalva ez az Artemis program célja, és hát ez tágteret ad nekünk arra, hogy összevessük a science fictionöket a valósággal. Mielőtt ebbe belecsapunk, azért még azt elmondanám mindenkinek, hogy persze, bár ugyan az egy élőadás, de utólag podcast formátumban is hallgatható lesz majd a szokásos podcast platformjainkon, és hát persze, ez egy interaktív műsor, ugye? Ez fontos. Tehát azért vagyunk a YouTube-on, hogyha valakinek kommentje, kérdése, megjegyzése,
hozzászólása van, az nyugodtan írja be oda, és erre megpróbálunk reagálni. És természetesen, mint ahogy ezt ilyenkor szokás, nem hagyhatom ki azt a lehetőséget se, hogy felhívjak mindenkit arra, hogy legyetek a patronálóink. Ugye a Patreonon keresztül lehet a Parallaxis Univerzum tágulását ugye támogatni, patreon.com/parallaxis. Ugye például, akik ott patronálóvá válnak, azok premier előtt láthatják az epizódokat, meg mindenféle extra tartalmakhoz is hozzájuthatnak időről időre. Na, oké, ezek voltak a kötelező körök, de most akkor Claudia, mint a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja és nagy science fiction olvasó, milyen érzelmekkel viszonyulsz az új korszakhoz, aminek a hajnalára érkeztünk? Hát nagyon röviden és tömören megfogalmazva, én reménykedő állásponton vagyok, bár hozzá kell tennem azt is, hogy egyben szomorú is vagyok azért, hogy tehát eljutott az ember a Holdra, ugye 1969-től egészen, és aztán így ez az egész törekvés leállt. Nyilván tudjuk, hogy mi ennek az oka, leginkább a pénznek a hiánya, tehát nem kapott elég támogatást maga a NASA, és holott pedig, ha mondjuk kapott volna, vagy akár más, hát most mondjam azt, hogy ugye most már a magánszektoré a jövő valamilyen szempontból, tehát ha kapott volna, akkor mára már, ha nem is azokat a Hold bázisokat, amiket a Skifikben olvashatunk, vagy láthatunk, meg tudtuk volna valósítani, de biztos, hogy sokkal többre jutottunk volna ahhoz képest, ahol most vagyunk, mert ugye jelenleg ott tartunk, hogy egyszer meghódítottuk a Holdat, és meg kell hódítanunk újra, mert ott hagytuk az egészet a csodába. Ez így van. Hát egy kicsit furcsa volt, ez valami olyasmi lehet, ami bizony alig, hanem a jövő történészeit majd foglalkoztatni fogja. Tehát, hogyha ennyi pénzt és energiát nem kímélve eljutott addig az emberiség, hogy elmenjen a Holdra, akkor miért hagyták félbe? Mi lehetett az, talán a jövő régészei majd eltűnődnek, hogy az első telepesek megérkezése után, vagy az első látogatók megérkezése után miért maradt félbe a dolog? Kicsit olyan, mint amikor látjuk egy másik kedvenc témát, tudom, ugye a vikingek, meg a Leif Erikson, vagy hogy hívják, ugye, aki Amerikát felfedezte, a Vörös Eriknek a fia. Ugye ők is megvetették a vikingek a lábukat ott a mai Új-Fundland vidékén, ezt már kb. Tudhatjuk, tehát bő 400 évvel megelőzték Kolumbust nagyjából, de hát aztán utána eltűntek, és most már csak egy régészeti történeti érdekesség. Hát valami ilyesmi volt az Apollo program, az emberiség, ugye ez tök jó, az Apollo 13-ban mindannyiunk egyik kedvenc filmében mondja a Jim Lovell-t játszó Tom Hanks, hogy képzelje, mi lett volna, hogyha Kolumbusz visszaérte után, senki nem ment volna az új világba. De hát pontosan ez történt kb. A Holddal. És nézzük a mérnöki álláspontot. Mert itt van velünk Géza, aki ugye egy mérnök, de ráadásul olyan mérnök, aki gépjárművekkel is foglalkozik, és az biztos, hogy ha visszamegyünk a Holdra, akkor nem az lesz a feladat, hogy mint Armstrongék idejében 30 méter sugarú környezetbe körbe totyogjunk, összeszedjünk 20 kiló kőzetet, aztán usdi haza, hanem ott aztán óriási autókázásokra, meg mindenféle nagy területű felderítésekre lesz lehetőség. Szóval te, aki konkrétan egyébként terepjárók tervezésében veszel részt, ha ezt így jól gondolom. Igen, így van. Na, hát akkor, tehát igazából most jön el a ti időtök, ami a Holdat illeti. Ez kell, hogy mondjam. Mit gondolsz erről? Hát, hogy mondjam, én nem leszek ennyire pozitív, mint Claudia. Ajjaj. Hát, én ezt egyszer egyik adásban kifejtettem, hogy ugye az ember azt gondol, meg szeret így kalandozgatni mindig, hogy de jó lenne, meg így lesz, meg ezt csináljuk, meg azt csináljuk. És azért, hát hogy nézem ezt az Artemis programot is, azért vannak itt késések, itt, ahogy nézegetem, hogy meg 2020-ra itt már bázist kellett volna építeni, meg és a többi, és a többi. A késés ez soha nem jó jel. Ezt így az autógyártásból is látom, hogyha valami késik, akkor az azért késik, mert vagy nem tudták tesztelni, tehát vagy valami teszt miatt késik, vagy hát sok ok miatt lehet, de soha nem jó jel. Ahogy mondtad is, igen, tehát itt roverek fognak kelleni, mert ugye ott mozogni kell azért a Holdon. És
ez egy nagyon nagy kihívás, mert ugye azért nem összehasonlítható ez a dolog azon, amit a Földön csinálunk, mert ugye a Földön nagyon túlfejlesztettük már az autókat. Tehát egy normális autóban, vagyis hát egy, hogy mondjam, egy jelenlegi új autóban nagyon sok komputer dolgozik már együtt. Ez olyan szintű IT struktúra, amit egy másik égi testen, mondjuk a Holdon, ez elképzelhetetlen lenne. Tehát nem küldhetsz ki egy ilyet a Holdra, mert még a Földön is elromlik, és lehet, hogy nem tudják megcsinálni. Tehát a Holdon ennek nagyon kicsi az esélye, hogy működjön, ugye nem beszélve a kozmikus sugárzásról és a többi dolgokkal. Tehát összefoglalva, ez azért én még kicsit félek is az egésszel. Persze nagyon jó, hogy én most nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen eredménnyel fog sikerülni ez a már emberek szállítására alkalmas járműnek a repülése. Viszont ez a többi dolog, tehát ez a Holdon való utazás, ott egy bázisépítés, stb. Ebben majd menjünk bele később, mert azért... Főleg, hogy ezzel kapcsolatosak a kérdések is, mert jönnek bizony a kérdések, nagyon köszönjük mindenkinek, ebből is látszik, hogy valódi emberek, és nem tajvani robotok követik az adást. Például itt egyik törzs hallgatónk, Kis Dávid, aki például a holdi nyersanyag kitermelésnek az árapályra gyakorolt hatását kérdezi, vagy valahogy rendszerezzük a kérdéseket, hogy ne össze-vissza csoportosítsuk őket. Nagyon jó kérdés merült fel arról, hogy az a kapcsolatban is, hogy mi a helyzet az Egyesült Államok vetélytársaival a hold meghódítása területén, hogy erről is majd ugye mondunk valamit. Nyilvánvaló, hogy a kínaiakra gondolhat a kérdező, mint első számú vetélytárs, akik egyébként az oroszokkal együttműködve terveznek holdbázist kiépíteni. Igaz, nekik más céldátumaik vannak, de majd biztos, hogy róluk is szót kell ejtenünk. Viszont szerintem, Géza, ez egy eléggé neked való technikai kérdés, amit Varga András tett föl. Ami pedig így szól, hogy szerintetek milyen lesz a holdjáró kereke. Ugye ne felejtsük el, és egyébként akkor utalok a szokolébresztő ide vonatkozó a Jó ég tudja hanyadik adására, aminek az volt a címe, hogy autókázás a Holdon, ezt is megtaláljátok egyébként, kedves hallgatók, például a Parallaxis univerzum kezdő oldalán, a parallaxis.emtv.hu-n, vagy akár itt a YouTube-on, szokolébresztő.hu-n is. Na szóval az a kérdés, ja, közben egyébként az Ádám megmondta a fülembe, csak rosszul hallottam, de valami 100-nál is többedik adás volt. Az biztos. Na, 123. 1-2-3. Tehát az 123. adás a szokolébresztőnek. Ugye a holdautó, a már a holdat megjárt holdautó kerekéről szól többek közt, aminek a kifejlesztése egy magyar lelkén szárad. Ezt a magyart egyébként Pavlics Ferencnek hívják, aki nemrég ünnepelte a szerintem 90. körüli születésnapját, de és innen is jó egészséget kívánunk neki. Na most ugye ott az a lényeg, hogy nyilván nem lehet egy ilyen járműnek olyan kereke, ahogy ezt el is magyarázta egyébként Pavlics Ferenc, hogy nem lehet olyan a kerék, mint egy földi kerék, hogy felfújjuk például, mert akkor ugye a Holdon olyan brutális hőingadozás van, ha oda süt a nap, akkor plusz 130 fok, ha nem süt oda a nap, akkor lemehet akár mínusz 150-re. Olyan hőingadozás van, hogy ezt a gáz, amit beletöltesz egy abroncsba, az a kibetágulást, ezt a folyamatos tágulást, ezt igazából nem bírná ki a szokott módon elkészített abroncs, és ráadásul az túl nehéz is lenne, ezért annak idején ugye a holdjárónak ilyen alumíniumból és titán ötvözetekből alkotott ilyen, hát egy hogy hívják volt, egy rács, amit felcsavartak tórusz alakba, és azon rugózott a kerék úgy, hogy amúgy az akkori holdautó az a földön nem is bírta volna el a saját súlyát, de ugye szerencsére a holdon minden csak egy hatod annyit nyom. Kérdezte az olvasó, hogy olyan lesz a kereke, mint a pulinak, ugye a puli az a magyar holdjáró kezdeményezés, aminek ilyen kis gördülő tappancsai vannak, amúgy az is egy nagyon ötletes setup, de Géza, tehát jármű mérnöki ismereteidre appellálva. Ha te a Holdra terveznél járművet, ahol bazi nagy hőingadozás van, egy hatod annyi a gravitáció, akkor hogyan csinálnád? Tessék! Most így hirtelen eszembe jutott, vannak ezek a ilyen érdekes ilyen játékok telefonra.
amik, hát egy autó megy ilyen különböző geometriai formákon, és akkor vannak olyan pályák, amiben más a gravitáció. És ez szerintem az iszonyatosan jól így előadja, hogy milyen lenne az, hogyha te mondjuk a Holdon mennél. Tehát ugye, mivel hatoda a gravitáció, ezért alapvetően tehát más a rugózás, tehát rugózásának másnak kell lenni az autónak, akkor nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni arra, holdkőzet és a kerék között kisebb lesz, ezáltal egy nagyobb átmérőjű kerék javasolt, ugye, hogyha belegondolunk, hogy a traktoroknak is azért olyan nagy a kereke hátul, mert hogy sokkal nagyobb, tehát sokkal nagyobb trakció van így a szántóföld és a kerék között, tehát a nagyobb átmérője a keréknek, ugye erre is szolgál, de ugye nem lehet olyan szinten elmenni, mint egy traktornál, tehát meg kell találni az optimumot, és ugye másrészt a súly is nagyon fontos, tehát ugye a kerék nem lehet nehéz. Amivel most kísérletezget a NASA, az egy olyan kerék, ami ilyen kis küllőkön van. Küllőkön van ez a kerék, elég széles, tehát konkrétan egy bicikli kerékre hasonlít ez. Így van, így van. Viszont a felni az olyan, hogy mondjam ezt el nektek, tehát ilyen, mint régen az Icarusnak a kerek olyan volt, hogy három darabból áll, tehát hogy több darabból áll ez a külső rész, és akkor ott vannak a mintái is. Tehát ezt szerintem ez egy nagyon jó elgondolás, hát ugye valószínűleg nagyon sok mérnök dolgozott ezen. Csak ugye, hát én megint csak ide mennék vissza, hogy lehet, tehát szerintem ez egy nagyon jó elgondolás, csak ezt a Földön tudják tesztelni, és mivel a legtöbb alkalommal ugye a Földön nagyon nehéz olyan körülményeket kialakítani, mint ami a Holdon lehet, mivel ugye már tapasztalat is van, azért érhetik itt még meglepetések az embereket. Hát ez biztos, igen. És még csak egy gondolat, hogy egyszer láttam egy ilyen videót a Mars járóról, ugye a Mars roverről, és hogy nagyon kemény, ugye annak is ilyen fém hálóból van a kereke, vagy valami ilyen fém háló jellegű anyagból, és nagyon kemény, hogy néz ki az a kerék, tehát hogy nem is gondolnád, hogy olyan szintű sérülések vannak rajta, hogy azért nem hiszem, hogy ezt így gondolták, hogy ilyenek lesznek rajta. Plusz ugye megint csak a sugárzás is azért a fémben is tud kárt okozni. Így van. Hát igen, és egyébként ugye most hosszú távra kell tervezni, tehát a marsjárók konszerzett tapasztalatok azok mindenként elég jól jönnek. Hosszú távra, oké, de hát ezt azért tehát örök életre nem tudsz tervezni ilyen járművet. Ja, én inkább azt mondom, hogy úgy hosszú távra kell tervezni, hogy egy szervizelhető legyen. Tehát hogyha mondjuk oké, hogy defektet ne kapjál, de mondjuk azért egy kereket tudjál cserélni rajta. Tehát nagyon oldható kötések legyenek. Igen? Na most akkor az a helyzet, hogy bizony, akkor autókázni fogunk a Holdon. Mit érdemes a Holdon felkutatni? Tehát ott van egy csomó nyersanyag, meg minden, de igazából mit csinál ott az ember a 21. században? Claudia, szerinted, aki ugye optimista hangot ütöttél meg az elején, van-e értelme emberek által üzemeltetett holdbázisokat működtetni egy olyan korszakban, ahol olyan technológiánk van, mint manapság, ami azért nem a 60-as, 70-es évek. Tehát nyilván a kérdést feltehetném ugyanúgy az antarktiszi bázisokkal kapcsolatban is, amik folyamatosan lakottak, és nyilván az a cél, hogy valami olyasmi lendjen majd a Holdon, mint az Amundsen Scott bázis például, vagy a Vostok bázis az oroszoknak, ami ott van az Antarktiszon, kb. Folyamatosan lakott állapotban. De mi keresnivalónk van a Holdon, szerinted? Na most ez egy annyira kézenfekvő kérdés. Örülök. Mármint olyan az szempontból, hogy inkább kézenfekvő a válasz. Tehát nyilván érdemes a Holdon egy állomást, akár egy állandóan lakott állomást létrehozni, de én nem is annyira a nyersanyagoknak a bányászatát helyezném előtérbe, hanem egyfajta űrkikötőt realizálnék inkább, tehát hogyha meg akarnánk hódítani ugye a naprendszernek a
további égi testjeit, akkor a Holdon, nyilván először a Holdon kell megvetni a lábunkat, mert mi az, hogy itt van a szomszédban, és még mindig nem vetettük meg a lábunkat hosszú távon. Másrészt pedig igen, tehát hogyha hosszú távon a naprendszerbe akarnánk felderítéseket végezni más égitesteken, akkor a Hold az egy kifejezetten nagyszerű bázis lenne az alapokhoz. Jó, ez így van. Egyébként egy kicsit ehhez tartozik valami olyasmi, amit én korábban átküldtem, és akkor talán meg tudnánk mutatni ezt a képet, amit én most fényképeztem ki egy 1969-es prospektusból, ami az Egyesült Államok nagykövetsége adott ki többek között magyar nyelven is, aminek a címe az volt, hogy Ember a Holdon, tehát ezt az Apollo 11 repülése után adták ki, és én abból fényképeztem, szóval ez olyan is, de hát ez egészen csodálatos, ez a Hold városnak a látnoki tervei 1969-ből. Hát itt mindenféle csuda dolog van. Itt például az egészet egyébként nagyon jól mutatja, hogy az első dolog, amit észreveszünk ezen, hogy egyébként egészen döbbenetesre, hogy ez kinéz, de ha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy úgy van elképzelve, hogy ez a Hold város, ez eleve egy hegynek a belsejében van kiépítve. Ez természetesen nem hülyeség. Ugye ne feledjük el, hogy a Hold az kívül van, bőven kívül van a Föld mágneses terének a jótékony ápoló és eltakaró hatásán. Tehát, hogy valójában ezért, erről is persze jó sokszor volt szó már a Szokol ébresztőn, erről és az ő képzelt vagy valós egészségügyi hatásairól. Tehát, hogy ott aztán fullba kapják az emberek a kozmikus sugárzást, sokkal inkább, mint mondjuk a nemzetközi űrállomáson, amely alacsony földkörüli pályán kering, 400 km magasan, de még bőven az alatt, ahol a Föld mágneses tere a napból bejövő töltött részecskéket szépen elirányítja a sarkvidék felé, és ezért az űrhajósok kb. Jól járnak. Most a Holdon ez ugye nincs, ezért aztán, hogyha az ember egy holdi bázist épít, azt olyan helyre kell rakni, ahol ugye nem éri, vagy minél kevésbé éri a napból jövő kozmikus sugárzás. Na most a mostani holdbázis tervek természetesen kapcsolatosak, és ha már nyersanyag kitermelés meg űrkikötő témát vetett föl a Claudia, akkor igen, a mostani holdbázis egyértelműen a Hold déli sarka környékén lesz, ahogy egyébként ez a For All Mankind című kedvenc sorozatunk alternatív történelmében már a 70-es évek óta lényegében megvalósult, hogy a déli sarkvidék környékén, konkrétan a Shackleton kráterben legyen a holdbázis, ami egyike azoknak a krátereknek, ahova soha nem süt be a nap. Ugye, ilyen módon ugye ez hasonlatos a börtönablakához, mint ugye tudjuk. Mert ugye soha nem süt be a nap, mert hát ez olyan mély, hogy valójában nem megy bele napfény. És ezért, mivel hogy soha nem ér napfény, ezért aztán megfelelően hideg is, ami azt jelenti, hogy az üstökösökből, amik az ottani krátereket ütötték, az üstökösökből származó jég, az nem szublim, nem párolog el. Ami azt jelenti, hogy ott akár tényleg, akár 100 millió tonnás nagyságrendben lehet jelen vízjég, amire egyébként tényleg utalnak az űrszondák mérései, például a Lunar Prospector űrszonda mérései. Na most, oda nyilván nem süt be annyira a nap, és ezért a kozmikus sugarak se jutnak el. De hogyha nem a póluson akar építkezni az ember, már pedig aztán nyilván el akarunk onnan távolodni, akkor be kell másznunk a felszín alá. És ezt mutatja ez a rajz is, ami a holdi város tulajdonképpen egy hegy belsejében képzeli el. Most szerencsére egy-két héttel ezelőtt, vagy nem, lehet, hogy már egy-két hónappal ezelőtt, de nagyon jó kis cikkek jöttek ki arról, hogy a Hold körüli pályán keringő Lunar Reconnaissance Orbiter űrszondának a képei azt mutatják, hogy vannak olyan láva alagutak, láva tube-nak hívják angolul, amelyek a Hold felszíne alatt tulajdonképpen barlangok. És olyan barlangok, ahol nem csak, hogy védve vannak az emberek a nap sugárzástól, hanem igen kellemes, ilyen kb. Szobahőmérsékletű hőmérsékletek uralkodnak eleve. Tehát még csak nem is nekünk kell kiásni, mint ahogy ezt a 60-as években láthatóan képzelték, hogy majd nyilván majd nekünk kell belülről belefúrni egy várost a hegybe. Azért úgy tűnik, hogy ezt a természet megoldotta magától. De nézzétek, mi minden van itt még. Ja, a 12-es számra, ha néztek, ott láttok egy csávókát, aki repül. Merhogy, ugye az van,
azt mondja ott konkrétan a hozzátartozó szöveg, hogy a kisebb nehézségi vonzás következtében a bázison belül lehetséges a szárnyas gépeken való szállítás. De egyébként maga Neil Armstrong is azt írja egyébként, hogy igen, csekély nehézségi erő miatt a holdbeli lakosok többsége egyszerűen felugrik majd az egyik szintről a másikra, meg ilyeneket ír, hogy betegek vagy nehéz terhek szállításához szállító lépcsők és felvonók állnak rendelkezésre, de igazából elég egy korlátba kapaszkodni és fölugrani egyik szintről a másikra. Ugye mindenkinek hatszor akkora lesz a súlypont emelkedése eleve, mint a Földön. Tehát ez mindenképpen egy érdekes dolog lesz. És ezt egyébként tök jól bemutatja az Artemis című regény, amit Klauti nagyon jól kibeszéltetek. Ugye ez Andy Weirnek a Martian, vagyis a... Hát nem tudom, a könyvnek mi a magyar címe, hogy a könyvből készített film... Azt nem mondjuk film, ki. Igen, a könyvből készített filmnek nem mondjuk ki a címét, de tudjuk. Ugye a magyar címe is a filmnek a címét kapta. Értem, borzasztó. Azt nem mondjuk ki. Szóval igen, nem mondjuk ki. Igen, a Matt Damonos Marsos filmről van szó. Hát a Marsi, a Marsi. Na, és mindenki ugye az, tudja, hogy miről van szó. Igen, az Andy Weir az egyike azoknak az embereknek, akiket azért imádunk, mert ők valódi tudományt raknak bele a science fictionbe, és ő nagyon rendesen elképzelte, hogy milyen lenne ez ilyen holdi kolónián az élet. És te azt a könyvet elég rendesen elolvastad. Úgyhogy léci, egy picit zanzásítsd már össze, hogy kell egy hétköznapot elképzelni egy holdbázison majd. Na most ugye jó régen olvastam, úgyhogy majd zanzásítom. Én még régebben olvastam. Nagyon jó. Tehát először is ugye reklámhelye, mindenki nézze vissza majd a októberi szubzsánert ehhez a témához, mert ugye abban beszélgettünk a Andy Weirnek eme művéről. Ugye különben Andy Weirről magáról, ezt ott is elmondtam a szubzsánerben is, megbeszéltük, hogy Andy Weirről azt kell tudni, hogy ő azért ír ennyire fantasztikusan jól, mert ő mindig kikéri az adott közösségeknek a véleményét. Tehát akár ugye az Artemisben a főszereplő egy, ha jól emlékszem, pakisztáni, de most nem akarok hülyeséget mondani, hölgy, és ott is a olyan nőket kérdezett meg, akik ugye ennek a kultúrának a tagjai, és hogy ő ne írjon hülyességet. Ezt most csak azért mondom, hogy lássuk azt, hogy ő a tudományos dolgoknak is ennyire hogy is mondjam, hát nagy háttérrel megy neki, tehát hogy ugye bevonja a nem is, van, mondom, van is nem neki is azt, hogy a tudományos közösséget, de igen. Van is neki némi názás múltja, amúgy nem? Tehát az Andy Weir az valamit bedolgozgatott, azt hiszem, életvitelszerűen, azt hiszem, egy időben. Igen. Talán úgy rémlik. Ja. De persze nem holdbázis tervezésben. Szóval nem holdbázis tervezésben. Hozzáteszem, ettől függetlenül az Artemisben nagyon brilliánsan leírja magának a bázisnak a működését. És mit mond egyébként a struktúrákról? Igen, a struktúrák azért is egy nagyon jó kérdés, mert egyrészt az előbb kivetített képen is látható volt egy bazinagy leszálló pálya, meg te is azt említetted, Klau, hogy majd űrkikötőnek is akarják használni a holdat. Persze, hiszen a jégből lehet csinálni hidrogén-oxigént, kitűnő üzemanyag, és lehet menni tovább az akárhova. És az egyik kommentelő kérdezi ehhez kapcsolódóan azt is, ami az autókhoz, meg az infrastruktúrához is kapcsolódó kérdés, hogy utakat. Tehát, na, igen. Terveznek-e utakat építeni a holdra? Vagy nem az, hogy terveznek-e, mert nyilván mindenki mindent tervez, hanem hogy szerintetek hülyesége. Na, szóval holdi infrastruktúrák, tessék! Na, igen, ezért is kérdeztem a Klaudiát, hogy struktúrák, mert ugye ezt, amit te is mutattad, ezt a Móriczka ábrát, mert nem tudom másnak hívni. Tehát az. Azért alapvetően most ugye én mérnöki szemmel gondolkozom, tehát azért, hogyha van több emelet, annak súlya van. A holdon is súlya lesz, tehát ez ugye volt egy ilyen régen, megkérdeztek BMS diákokat, hogy mi történik egy labdával, hogyha eldobod a holdon, és akkor nagyon sokan azt mondták, hogy elrepült, tehát hogy nagyon sok ember azt gondolja, hogy a holdon így nincsen súlya semminek, van, csak kisebb, viszont mégis van súlya. Na most
persze, szeretnénk mindent építeni, meg lesz minden, csak én első körben én mindent olyannak gondolnék, mint ahogy mondjuk, amikor felfedezték Amerikát, nem azt csinálták egyből, hogy megérkeztek Amerikába, és egyből elkezdtek kőutakat építeni, mert hogy ez mennyire jó lesz, hanem először csináltak egy telepet, fából, mi másból, azt tudták kivágni, nem kezdtek egy kőfejtőt nyitni, hanem megpróbálták az ott levő anyagokat felhasználni. És most azért kérdeztem a Klaudiát, hogy milyen struktúrákból vannak ezek az építmények, mert szerintem ez megint csak egy olyan fajta építészeti, meg ipari építészeti ágazat, ami szerintem a Földön nem ismert. Tehát a Holdon létre kell hozni ipari létesítményeket olyan alapanyagokból, ami a Földön nincs. Mert lehetetlen az, hogy mindent fölküldjünk és kivigyünk oda. Már vannak ilyen még ilyen majdnem az kifibe hajló elgondolások, hogy esetleg a regolitból, a holdporból csinálni valamit, ami ugye azért problémás, mert iszonyatosan finom és porózus, de na most akkor több kérdésre is megfelelve. Először is ugye az Artemisben ott még a föld alatti kolóniánál maradunk, ugye? Bocsánat, csak egy tisztázás, bocsánat, mert már minden Artemis. Ugye? Tehát most, amikor a Klau az Artemis a beszél, regényben, akkor az NDG regényről beszél, és ő ezt a nevet előbb találta ki, mint a NASA. Igen, nem védette le. Na szóval, tehát ott föld alatti kolónia volt még inkább. A közlekedésre utalva, és nagyon jó volt ez a példa, Géza, hogy ugye mit csináltak az amerikai telepesek, tehát ugye először létrehozták a telepeket, aztán ugye a telepek között kellett közlekedni. És ugye nyilván ott voltak a lovaskocsik, de a lovaskocsiknak nem építettek ki külön úthálózatot, hanem megvoltak azok a biztonságos csapások tulajdonképpen, amiken közlekedni tudtak. Ugyanezt el tudjuk képzelni a Holdon és a holdjáró autókkal. Helyette mit építettek ki az amerikai telepesek? Hát a vasutat, hát a transzkontinentális vasutat. Úgy van, a igen. Vonatot, és hát ugye a Holdon is tulajdonképpen maglev vonatokat kellene majd, hogy építsünk, hiszen ugye azok a vákumban nagyon jól működnek, ahol ugye nincs, hát nyilván nincs levegő, nincs légellenállás, így aztán nagy sebességgel lehet haladni. Bár hozzáteszem, hogy nekem volt szerencsém ilyen, nem tudom, több száz kilométer per órával közlekedő vonaton ülni Rómában, és úgy bedugult a fülem, szóval, hogy ennek majd milyen egészségügyi hatásai lesznek, az megint más kérdés. De tehát ott itt a vonatok, tehát nem autóutakban kell gondolkozni a Holdon, hanem maglev vonatokban. Igen, és mágnest ezt miből csinálnak? Mert azt gondolom kell. Hát szupravezető mágnes kell hozzá, ugye azokat meg ugye megfelelő hőmérsékleten kell tartani, meg minden, szóval biztos, hogy vannak nehézségek, de egyébként azt is el lehet képzelni, hogy mivel hogy eleve a különböző bázisok, ugye eleve a felszín alatt vannak például, akkor akár a felszín alatti, tehát lehet, hogy van egy ilyen lába csatorna rendszer, egy ilyen barlangrendszer, ami tök jó lesz maglev alagútnak például, nem? Ez tök poén lenne. Nem tudom amúgy ezek milyen hosszúak, tehát az a vicc, hogy a hold belsejének a feltérképezése, tehát az, hogy ezek a felszín alatti láva csövek, ezek igazából mekkorák, milyen hosszúak, milyen távolságokat kötnek össze, ezt kb. Lehetetlen a hold körüli pályáról fényképezéssel, vagy bármilyen más módszerrel felderíteni. Tehát ez konkrétan az lesz, hogy a fiúk, lányok, vagy a automata eszközök oda bemásznak, és körülnéznek, és végigmennek. De egyébként, hát ez izgi. Ez izgi egyébként, de egyébként tök jó, mert egyébként olyan ritkább elemeket is lehetne bányázgatni a Holdon. Nem tudom, ismeritek a Moon című filmet? Hogyne, természetesen. Ritka nyomasztó, ugye, de az pont arról szól, hogy talán a Holdnak ráadásul a túlsó oldalán dolgozik egy csávó egyedül, vagy hát nem egyedül, mert van egy ilyen kvázi intelligens kis robotszerűség, amivel ő beszélget, és hát ott igazából nyersanyag kitermelés zajlik. Most ez is egy érdekes kérdés, hogy az rendben van, hogy mondtam, hogy a vízjégből lehet csinálni tök jó rakétaüzemanyagot,
hidrogén-oxigén, zseniális, durranógáz L1, 2-1 arányban, lehet menni szépen tovább a Marsra, a Jupiterre, akárhova. Tehát ilyen értelemben egy jó kis ugródeszkának tűnik a Hold. Ám de van-e olyan nyersanyag a Holdon, amit például a Földön tudnánk hasznosítani, lehozni? Mint hogy ez a film, ez például ezt sugallja, és szerintem hát elképzelhető. Könnyű fémek leginkább. Uh-huh. Hélium-3 például. Meg ugye a hélium-3, igen. Így van, pontosan. És ez egyébként azért jött be, hogy egyébként ez a maglevhez, meg a szupravezető mágnes sztorihoz is igazából jól jöhet. Tehát, hogy igazából a hélium-3, ugye az a helyzet, hogy a Holdat ugye közvetlenül éri a napszél. És ezért feldúsul például olyan hélium-izotópokba a Hold, amik egyébként ugye a Földre, ugye már a Föld felszínre nem jutnak le, de egyébként jól tudjuk, hogy például amikor az Apollo 11 űrhajósai leszálltak a Holdra, és kirakták azt a hogy hívják ezt? Napszélgyűjtő fóliát tulajdonképpen, és 2 órára ott hagyták, hogy nézzék, hogy milyen részecskék jönnek a napból, akkor az tökéletesen jól bizonyította az abban talált elemgyakorisága a Big Bang modell által meggyorsult kozmikus elemgyakoriságot. Amiben tényleg van hélium-3, a Földön ezt kb. Lehetetlen megtalálni nagyobb mennyiségben, mert a Föld az ehhez túl bonyolult, de a Hold az ezeket szépen befogja és megtartja. És hát akkor azt ki is lehet bányászni, és az aztán tök hasznos lenne. Szóval persze ehhez egyébként lehet, hogy egyszerűbb a kisbolygókat szétszedni. És akkor felmerül a kérdés egy másik kapcsolat, hogy ha már a Holdra el tudunk menni, akkor a kisbolygó övezethez is lényegében tudunk menni. És akkor egy másik kapcsolódási pont egy másik kedvenc filmsorozatunkhoz, ami az Expanse. Ugye azt ismeritek? Hogyne, hát természetesen. Klau ismeri, de Géza, te is ismered az Expanse-t? Hírből, igen. Jaj. Nem tudom, mennyire látszik itt mögöttem. Lehet, hogy pont nem látszik annyira, de nekem itt a sarokban van egy Lego Rosinantém, egy mokkom, amit én mokmodom, amit én jó magam építettem, de nem látszik. De nem baj, azért elhiggyétek nekem, hogy van. Ha hozzánk hasonlóan neked is szenvedélyed a tudomány és a fantasztikum, és szívesen lépsz be a Parallaxis univerzumba, arra kérünk, hogy legyél a támogatónk, és segíts te is az ismeretterjesztést. Látogass el a patreon.com/parallaxis címre, ahol a különleges tartalmak mellett már akár napokkal korábban hallgathatod a Parallaxis podcast legújabb részét. patreon.com/parallaxis. Vagyis 2 évvel ezelőtt el kellett volna, hogy érjük a holdlakók száma el kellett, hogy érje a 10 000 főt. Ugye? 2060-ra pedig egyszerűen csak ennyit mond a bolygók benépesítése. 2105 a világűrben élő emberek száma meghaladja a föld lakosságának számát. És az a legcukibb, hogy azt is leírja, hogy 2175 találkozás földön kívüli civilizációval, mintha ez valami tervezhető dolog lenne. Szerintem 76-ba lesz amúgy. De tök jó, ez egy futurológus, tehát pénzt kap érte a csávó, hogy ilyeneket írja. Na, jó. Egy évet lehet tévedni, tehát. Jó, oké. Na jó, egyébként azt előrehozhatnák, azért még szeretném megélni a First Contact. Ja, igen, az jó lenne. Nem? Azért. Legalább egy selfit csinálni egy valakivel. Na mindegy, de látható, hogy rohadtul el vagyunk maradva, mert oké, lehet, hogy arra van esélyünk, hogy IT-vel még 2175 vagy 76 előtt összefussunk. Ugyanakkor azonban vegyük észre, hogy már 2022 van, és nem, hogy 10 000. Tehát még medveállatkából se él 10 000 a Holdon jelen pillanatban, nem, hogy emberből. Azt tudjátok, hogy a Holdon lehet, hogy elszaporítottunk medveállatkából? Igen, tudjuk. Nem mi voltunk. Nem mi voltunk, azok is az izraeliek voltak. Úgy van. Mert hogy a Breshit holdszonda volt az, ami konkrétan kísérleti jelleggel vitt egy tartályba a medveállatkákat, amik ugye mindent kibírnak. Ugye tudjuk, hogy már nyílt világűrbe kirakták őket több hétre, aztán berakták az űrkabin belsejébe, és aztán vidáman cammogtak tovább. Tehát ez a tardigrada nevű lény, ez mindent tud. Tehát kb. Szinte még csak inspirálja a kozmikus sugárzást. Tehát, hogy kb. Ez legjobb.
a legjobb forma. És ugye kontrollált körülmények között a Brashit holdszonda építői el akartak juttatni egy ilyen medvállatka telepet a Holdra, csak hogy a holdszonda nem éppen kontrollált módon csapódott be a Holdra. Mert hát de figyelj, ott... lehet, hogy direkt csinálták, érted? Hogy na, inkább csapódjon be, megnézzük, hogy túlélik-e, és majd mit tudom én, 5 év múlva oda küldünk egy másikat, hogy na, túlélték. Őrület. Na várjál, de Géza, mondjad, valamit akartál mondani, valami okosat. Igen, látom. Mindjárt mondom, csak előtte most így elkezdtem gondolkozni, hogy milyen vicces lenne, hogyha egy ilyen medveállatka így megnőtt volna, és akkor oda mennek most az Artemis programban, és kezet fog egy medveállatka az emberekkel. Hát az nem fog kezet, azt szerintem megtámad és megzabál. Bár jó, hát alapvetően ugye nem. Várjátok, a Elon Musk, akiről kiderült, hogy ma mégsem Erdélyben bulizott, ugye? Ezen jött a magyar sajtó, hogy az egyik Dracula kastély néven nevezett izét egy privát partira kibérelte barátunk Elon, de azt mondja Kis Dávid, hogy jé, de érdekes, hogy az Elon Musk egyik, ugye ő nagyon szereti a keresztpromót, ugye gondoljunk arra, amikor a Falcon Heavy-vel egy Tesla Roadster napkörüli pályára állított, mert megteheti. Na, viszont Kis Dávid meg azt vette észre, hogy a Starship-be, vagyis a SpaceX-nek a benga nagy, leánykori nevén Big Fucking Rocket, de ez egy 12-es korhatárbesorolású műsor, hogy ezt nem fordítjuk le magyarra, tehát a Big Fucking Rocket-be véletlenül épp beleférne a Boring Company fúrója. Ugye? Mert hogy ő ugye alagutakat is fúr az Elon Musk, hogy menjen benne a hogy mondjátok már, hogy hívják a csudavonat, basszus, nem jut eszembe. A maglev. Igen, maglev, de konkrétan mindegy. Tehát a lényeg az, most ez már nagyon zavar engem, hogy ilyen alapszavak nem jutnak eszembe ezen késői órán, de tudjátok, mire gondoltam. Hyperloop, kösz! Igen, megkaptam a fülembe, hogy Hyperloop, igen, erre gondoltam. Szóval, Elon Musk véletlenül éppen befér a fúrópajzsa a legnagyobb rakétájába. Véletlen? Aligha. Ha. Micsoda árukapcsolás. Mert ugye megbeszéltük, hogy a holdbázisok között lehetne közlekedni ilyen hyperloopokkal. Adva van a vákum, ugye? Adva van Elon, aki ráteszi az egyik cégének a termékét a másik cégének a termékére. Mi állíthatja meg az emberiséget? Tudom. Egy kis titás videó, vagy bármi, de... Na, de akkor most megragadom az alkalmat, hogy okosat kérdezzek. Tehát, ugye beszélünk itt több tízezer emberről. Az ember ugye lélegzik. Erre van koncepció, hogy fogják ellátni megfelelő oxigén arányú légeleggyel. Hát ott a leveg, ott a jég. Hát ugye az a mondás, hogy ugye ott van az a 100 millió tonnányi jég, ami ugye szétbontod elektrolízis. Tehát ott szétbontják, csinálnak hidrogént, oxigént. Ja, és elszívott. És addig? És addig, hát nézd, azért ugye kell nyilván utána küldeni ellátmányt, tehát az ISS is folyamatosan kapja a Földről az oxigénpalackokat, de hát az az állítás, hogyha már így napi rendszerességgel mennek a Starship-ek, akkor az... Tehát nem, de igazából nem kell egy teljes, tehát az nagyon, az szerintem is nagyon odébb van, hogy egy önellátó, önfenntartó kolónia legyen. Tehát ugye az tényleg nagyon odébb van. Tehát, hogy ez még sokkal inkább függő lesz a Földtől, mint az említett antarktiszi bázisok. Tehát az tuti. Igen, csak ugye, hogyha bázisban gondolkozunk, meg ugye ez az Artemis is alapbázis, ezzel-azzal foglalkozik, akkor egy idő után szükség van kiszolgáló személyzetre, tehát azt nem várhatjuk el az űrhajósoktól, hogy majd ők fogják mondjuk az üzemzavarokat is elhárítani, meg mondjuk, hogyha ott lesz egy bázis, annak ott karbantartás is kell. Igen, tehát az ISS-en az űrhajósok idejének szerintem több mint 50%-a az ilyen karbantartási feladatokkal telik. Úgyhogy... Nem mennél úgy? Tehát úgy az ne... vagy ahogy egyébként ugye az Andy Weir regényében is van, hogy vannak, akik eleve karbantartónak vannak ott. Hát így mondom. Tehát. Aha. Kasztrendszer, az ki fog alakulni. Ja.
vagy robotokat erre kifejleszteni, hogy karbantartó robot. Most ez érdekes amúgy, mert a kínai koncepció, és volt egy korábbi kérdés szintén arról, hogy mi a helyzet a vetélytársakkal, hogy a kínaiak, akik egyébként az oroszokkal is összebutorozni látszottak még mondjuk 2019-20 környékén, most nem tudom éppen mi van, de 2021-ben még, tehát még bőven az ukrajnai Czóresz előtt, ők aláírtak egy űregyüttműködési megállapodást, ami konkrétan egy holdbázis szerűségről szólt, de hogy az az első verziójában egy ember nélküli kutatóállomás lenne, amit csak ritkán látogatnának emberek, vagy eleve csak egy későbbi fázisban látogatnának emberek. Tehát ez érdekes, hogy annak ellenére, hogy a kínaiak például egyértelműen azt demonstrálják, hogy például egy hold repülést, például irányítást technikailag le tudnak vezényelni. Ezt tudjuk, mert ugye tavaly előtt, amikor a kínaiak mintát hoztak a holdról, akkor azt ők ugyanolyan űrrepülési módszerrel csinálták, mint ahogy az Apollo űrhajók, meg mint ahogy amúgy az Artemis program űrhajói mennek majd a holdra. Tehát, hogy elmegy egy űrszonda rendszer a földről, hold körüli pályára áll, egy részegység leszáll a holdra, begyűjti a mintát, a részegység felszáll hold körüli pályára, találkozik a másik felével az űrszondának, az űrszonda másik fele az begyújtja a hajtóművét, és szépen hazajön a földre, és hazahozta a mintát. Most ezt a sztorit ismerjük, ugye az Apollo űrhajók így mentek el a holdra. Tehát a kínaiak bemutatták ezt ember nélkül, hogy oké, hogy minden kisebb volt, mert az még nincs meg a rakétaerő, nyilván, de hogy úgy irányítás technikailag ezt az egész táncot, ezt így ők le tudják koordinálni. És ezt ők tudják, és egyébként a hold felszínéről direkt lehetne űrszondával mintát hozni, mint ahogy a ruszkik is úgy csinálták. Tehát a Luna program űrszondái, amik szintén hoztak mintát a hold felszínéről, azok egyszerűen csak fölszálltak a holdról, és hazajöttek a földre. Nem volt semmilyen bravúrozás űrrandevúval hold körüli pályán. Ezt a kínaiak is nyugodtan megtehették volna. Ők direkt azért választották ezt a küldetés profilt, szerintem tök egyértelmű, mert le akarták tesztelni, meg be akarták mutatni, hogy ők ezt le tudják irányítani, ezt az egész dolgot. Tehát ők is nyilvánvalóan szeretnének embert küldeni a holdra, néha ezt még hangoztatják is. Bár mostanában ők elsősorban ugye az űrállomásukkal vannak elfoglalva, aminek éppen a minap ment föl egy az utolsó, fontosabb kutatómodulja. Tehát lényegében a nagy kínai modulűrállomás az így már készen van, hogyha odaér ez a modul rendben, és sikeresen összekapcsolódik, szóval. Hát csak de gondolom, ilyen nagy kooperáció nem várható, hogy akkor a kínaiak segítenek, ők kiviszik a konyha modult, valaki más a living room modult, vagy ilyenek. Nem, most ugye egyrészt az a helyzet, hogy a kínaiak ugye az oroszokkal most még szorosabbra fűzték a kapcsolatot. Másrészt ugye most a Long March, na ilyenkor sose tudom, hogy most 5-nek mondjuk, vagy 5-nak, tehát a Long March 5, tehát hosszú menetelés 5 rakétájukat fogják tesztelni az emberes küldetésekhez, amikre valószínűleg a 2030-as években kerül sor. Hát igen, az még egy kicsit ottalvos. Egyébként érdekes, hogy a holdbázisukról egyébként az amerikaiak sem nagyon mondanak konkrét terveket, tehát azért fantáziálgatunk mi torba szájban ennyit, mert az Artemis program ugyan mondja azt, hogy hold, de hogy igazából konkrétan a sztori az jelen pillanatban csak annyi, hogy egy meglehetősen beteg, de nagyon érdekes hold körüli pályán keringő űrállomás lesz. Ez a Lunar Gateway nevű szerkezet, és az lényegében egyfajta űrállomásként szolgál a holdra szállásokhoz. Tehát igazából, és egyébként az nemzetközi együttműködésbe készül, és arról meg is vannak már a szerződések a japánokkal, meg az európaiakkal, meg a kanadaiakkal. Meg azt már lehet tudni, hogy például a magyar sugárdózismérő műszer is ott lesz a fedélzetén, tehát itt már egészen körvonalazva van, hogy ott mi lesz. Sőt, az is megvan egyébként, hogy az Elon Muskék fogják felküldeni a moduljait annak. Nem is a Big Fucking Rakettel egyébként, hanem az egyébként, ha jól tudom, a tervek szerint holnap újrainduló Falcon Heavy-vel, aki Falcon Heavy startot akar nézni a YouTube-on magyar nyelven élőben, az megkattintson majd szépen a Space Junkiesokra, mert ők nyilván ezt is közvetíteni fogják. Szóval valahogy úgy fog kinézni az is, amikor majd a hold körül keringő
űrállomásnak a moduljai, azok szépen felmennek a Földről. Az pont úgy fog kinézni, mint amit holnap láthatunk élőben. Szóval ez már elég jól ki van dolgozva, viszont az, hogy a Hold felszínén bázis, az tényleg csak ilyen fantáziarajzok szintjén van. Tehát holott nyilván annak én szerintem, annak szerintem sokkal több értelme van a Hold felszínen bázis csinálni, mint a Hold körüli pályán egy űrállomást, amin emberek laknak. Az utóbbi szerintem kb. Értelmetlen. De én ebben egy radikális álláspontot képviselek. Ez így van, ezt tökéletesen annyírom. Szerintem is. Ó, micsoda, semmi, azt hittem, na mégsem vagy annyira radikális, látod? Ó, basszus, jó, hát az egész teljesen radikális. Hát azért, a tudjuk kik azért kapcsolták szét az előtt a podcastunkat, ezt is megírta valaki. Viszont nekem lenne egy kérdésem Klaudiához. Ajaj. Mert ugye, és ez nagyon-nagyon-nagyon szorosan köthető ez a holdaszálláshoz. Ugye, te hitoktató vagy, és ugye a Biblia nem nagyon foglalkozik azzal, hogy a Holdon fogunk élni, meg hogy ott leszünk. Tehát véleményed szerint ez mondjuk új vallások kialakulásához fog vezetni, vagy hogy fogja befolyásolni a jelenlegi felfogásunkat? Hát először is ugye a Biblia semmi ilyesmivel nem foglalkozik, ami nem baj, mert a Bibliának nem az a dolga, hogy ilyen dolgokkal foglalkozzon. Az, hogy ez mennyire fogja befolyásolni vallásilag, tehát szerintem egyrészt biztos, hogy lesznek olyan felekezetek, vallások egy idő után, hogyha már a Holdra biztonságos oda-vissza úttal lehet közlekedni, kvázi akár turisztikai célponttá is válik. Tehát biztos lesznek olyan vallások, felekezetek, stb. Sőt, szerintem kb. Az összes nagyobb vallás, akik majd szeretnék ott megvetni a lábukat. Az, hogy ez vezethet-e új vallás kialakulásához? Szerintem különben igen. Tehát, hogyha megnézzük, hogy gyakorlatilag mi nem vezetett ahhoz, gyakorlatilag bármilyen történelmi esemény, hatás, stb. Ha megnézzük a történelem során, akkor az mind valamilyen új vallás vagy új felekezet kialakulásához vezetett. Illetve, hogyha összevetjük az Apollo missziókkal, akkor ott is azt látjuk, hogy sok esetben az űrhajósok szemléletét, függetlenül attól, hogy vallásos volt-e vagy sem, és ha vallásos volt, akkor a vallási nézeteit is mélyítette az ő űrutazások. Tehát visszatérve arra, hogy születhet-e új vallás a Holdnak a meghódításával, szerintem simán. Amúgy egyébként visszatérve erre, hogy ugye Rusty Schweikart barátunkat, akivel azt hiszem a 71. Parallaxis podcastban beszélgettünk, ha jól tévedek, de ez nem 51. vagy 51. tehát a tavalyi évad nyitóban beszélgettünk, repül az idő. Szóval, hogy ő mondta azt, hogy nekem, nem az adásban, amikor kérdeztem erről, hogy hát mi van ezekkel, hogy egy csomóan ilyen, akik visszajöttek a Holdról, például Jim Irwin, konkrétan, vagy a Charlie Duke, ezek az emberek, akik Holdcom pilóták voltak, például ők hivatásos hittérítőkké váltak utána, és full-time preacher. És erre azt mondta Rusty egyébként, hogy aki szinte maga is egy Holdcom pilóta volt, ugye ő azt mondta, hogy igazából szerinte az van, hogy mindenki még olyanabbá vált, mint amilyen volt. Tehát a holdutazás az igazából és csak felerősítette ezeket a dolgokat. Tehát senki nem radikálisan változott meg olyan értelemben, hogy nem volt senkinél egy pálfordulat, hanem például aki eleve vallásos volt, az még vallásosabban jött vissza. Aki például Ed Mitchell, aki meg az ilyen vonzódott az ilyen ilyen Uri Geller-féle dolgok iránt. Ugye ő csinálta például azt a cénderkártyás kísérletet titokban, hogy valaki a Földön gondolt valamilyen kártyára, és akkor ő gondolatátvitellel ő látja-e, hogy melyik kártyára gondolt. Ugye a NASA erről nem is tudott. Tehát ő például ebbe volt bele zúgva már előtte, és aztán még ilyen ebbé vált. Tehát amikor visszajött, akkor ő még ilyen transmetapara szakértővé vált.
Szóval igen, ez ilyen, és viszont az van, hogy hogyha az Egyesült Államokra gondolunk, és már a vasútépítés szóba került, hogy ott azért, ahogy ment előre a frontír, tehát a telepesek nyomvonala, ott egyébként egyre inkább megjelent az a tipikusan amerikai vallásosság is, ami lényeg, egy sokkal individualistább verziója a protestantizmusnak, ami ott van, ez a újjászületett kereszténység, minden, ez a lényegében baromi szabálykövető, de valamilyen szempontból mégiscsak individualistább ágazat, ami még a protestantizmuson belül is egyfajta külön vallásmegújítás volt, és hát ez egyértelműen ahhoz köthető, ahogy az amerikaiak ott mentek előre. Tehát simán lehet, hogy a holdi telepesek körében is ki fog alakulni valami még telepesebb irányzata a meglévő vallásoknak, nem? Tehát ez simán lehet szerintem. Hogyne. Csak ugye visszatérve pont erre, ugye, hogy nincsen béke jelenleg, tehát azért vannak pólusok a világban, hogyha ugye mindenki, mint ahogy már megbeszéltük, nem együtt fognak a Holdon kolóniát létrehozni, nem külön-külön, akkor én azt is simán látom, hogy lehetnek konfliktusok is a Holdon. És akkor fegyveres konfliktusokra hát, is gondolsz? Igen, de mindenből lehet fegyvert csinálni. Tehát most mit tudom én, mondok valamit, a kínai holdkomp elüt egy másik embert, és akkor nem tudom. Uh-huh. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy majd, mit tudom én, egymásnak esnek. Jó, mert a For All Mankind-ban simán van olyan, hogy lövöldözik egymást a szovjeteknek. Hogyne, az első igen. Évadban, meg a másodikban. Igen. Másodikban. Most nem akartam ennyire drasztikusan fogalmazni, de hogy nem csak ezt, tehát merényletek is lehetnek egymás ellen, nagyon könnyű lehet a szabotás, tehát minden egyes rendszer iszonyatosan érzékeny. Tehát a szabadásra sokkal érzékenyebb lesz az elején is. Azért az ember nem mindig szereti a másik embert. És sőt, általában nem. Ki tudja használni ezeket a gyengébb láncszemeket egy rendszerben, amivel másoknak hátrányt tud okozni. Uh-huh. Hát, ez biztos. Jó, hát az emberek attól még emberek maradnak, hogy kimennek az űrbe. Hát úgy látszik, nincs mit tenni. Ez valószínűleg ugyanígy fog maradni a jövőben is. De hát a holdbázis az csak a kezdet. Egyébként nemrég beszélgettünk, és akkor egy kicsit megelőlegezem majd egy későbbi Parallaxis podcastunket is, ami meg nem is a következő, hanem az utáni talán. De már ahhoz beszélgettem egy jót, Avi Leibel, aki egy fizikus, aki hát asztrofizikus, aki ilyen provokatív kijelentéseiről híres, ugye az Oumuamua kapcsán már beszélgettünk vele egyszer tavaly, és ő most ugye arról érvel, hogy igazából létre kéne hozni a Holdon egy olyat, hogy egy backupot az emberiségnek, az teljes tudásanyagát a Holdon kéne őrizni, olyan módon, mint egy felhőbe feltölteni mindent, amúgy folyamatosan update-elve lézeres kapcsolattal, hogyha már arra készülve, hogyha a Földdel történik valami, mondjuk, mit tudom én, annyira hülyék vagyunk, hogy egy nukleáris háborúban elpusztítjuk saját magunkat itt, akkor legalább a Holdon lakó emberi kolóniának meglegyen minden, ami az újrakezdéshez kellhet. Na de ahhoz először a kolóniát kéne juttatni persze, a Holdra. Persze, nyilván. Te meg föntartani, tehát nem csak oda jutni. Igen. Na ez az, hogy az már egyébként feltételezi az önfenntartó kolóniát, és akkor már visszajutunk ahhoz, hogy az még szerintem egy 100 éves időtávlat minimum. Hát a jó, a minimum talán nem, de szerintem több emberöltőnyi időtávlat az, hogy tényleg olyasmi legyen, ami megtermeli magának a nyersanyagot, az oxigént, az építőanyagot, amit szintén említettél, Kau, hogy a regolitból lehetne csinálni téglát, vagy mit tudom én micsodát, hogy építkezzenek. Szóval hát igen. Ez hát is, hogyha megnézzük az emberi történelmet, azért 100 év alatt sok víz lefolyik a Dunán. Uh-huh. Tehát azért történt egymás az elmúlt 100 évben. Jó, hát persze lehetséges lenne, igen, csak tényleg ahhoz egy kicsit túl kellene jutnunk ezeken a jelenlegi állapotokon, amikben most vagyunk. Na és akkor barlanglakók leszünk a Holdon? Végül is az a konklúzió? Mint az ősember a Földön. Bezárul a kör.
Fú. Hát nézd, én inkább lennék barlang lakó a Holdon, mint sem, hogy itt egy ilyen elpusztított földön éljek, amit esetleg végigdúlt egy... Jó kis dreadbírós jövőkép helyett inkább választanád a... Na de várjatok, hát most azért, most mondod, Claudia, te inkább lennél a Holdon barlanglakó. Tehát azért csináljunk egy ilyen összehasonlítást, hogy azért el tudnánk-e úgy nukleáris háborúban pusztítani a Földet, hogy élhetetlenebb legyen a Föld, mint jelenleg a Hold. Mert én ezzel nem értek egyet. Ja, hát mondjuk az jelenleg nem, tehát ugye itt még mindig ott tartottunk, hogy ahhoz először egy működő és önfenntartó kolóniát kellene létrehozni. Igen. A Holdon. De jelenleg teljesen mindegy. Tehát jelenleg, ha ki is menné a Holdra csövelni, nem biztos, hogy sokáig tudná. Igen, hát igen. Na most még egyszer egyébként nagyon üdvözlöm a hallgatókat, mert hát ugye ne felejtsük el, hogy ez egy élőadás, és köszönjük a kitartást meg mindent. Egyébként lassan közeledünk a vége felé. És az a kérdés egyébként, hogy a Holdnak melyik részén kellene egyébként laknunk. Ugye ez a kérdés, amit ugye már részint megválaszoltunk, hogy a déli sark környékén érdemes elkezdeni a dolgot, de hogy ti, tehát konkrétan ti ketten a Holdnak melyik részén szeretnétek lakni? Van-e kedvenc holdbéli tájatok? Mondjuk a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagjának, aki már 5000-szer megnézte a Holdnak a különböző felszíni alakzatait, van-e olyan kedvenc tájképed, amit szélesebb látnál az ablakodból? Hát ez, van kedvenc hold részem, de az az igazság, hogyha én ott laknék, akkor azt nem az ablakomból látnám, hanem konkrétan benne lennék, ugyanis nekem az egyik kedvenc objektumom, igazából ez egy 3 darab objektum egymás mellett, ez 3 darab kráter, a holdi hóember elnevezésű kráter trió, ami valóban úgy néz ki, mint egy hóember forma, bár a feje az kicsit ilyen csálénál szerencsétlennek. De én nekem, tehát amikor holdat észlelek, és ez látszik, ugye nyilván azt senkinek nem kell elmondani, hogy holdat sosem teleholdkor észlelünk, lehet akkor is, de érdemesebb olyankor, amikor valamilyen fázist mutat, és ugye a Terminátor vonal környékén láthatóak a kráterek olyankor a legszebben, tehát ahol a fény és az árnyék határa találkozik, és olyankor ugye ez a Holdi Hóember nevű kráter trió, ez nagyon gyönyörösségesen látszik, és tényleg nekem ez egy abszolút kedvenc. Na most mielőtt felcsendülne a Hasta la vista baby, akkor ugye mondtad is, hogy igen, a Terminátor vonal az valóban a fény és árnyék határt elválasztó vonal. Figyeljetek, kedves hallgatók, akik itt vagytok, azért is írjátok meg, hogy ti vajon hol laknátok inkább. Ti barlangban laknátok, vagy csak menő űrházakban, vagy ilyen izékben, ahol repkedhettek, mint hogy ezt lefestették a 60-as években, ilyen siklóernyőkkel repkedős óriási gigapolis. És Géza, közben mondja te is, hogy neked mi lenne a kedvenc holdi tartózkodás. Ez az igazság, hogy holdrajzban nem vagyok annyira jó. Én bízom az emberiségben, hogy ez nagyon jó lesz ez a kráter nekünk, bár azért ugye, nem tudom, én tartok ettől. Tehát, hogy oké, hogy azt mondják a műszerek, hogy nagyon sok benne jég, meg minden, de azért nem tudom, lehet, hogy meglepődnénk, hogyha oda mennénk, és bemennénk, és meglátnánk, hogy mi van benne. Mert ugye ez például nagyon jól bemutatja ez a For All Mankind, hogy leereszkednek, és akkor is, wow, tényleg ott van a sok és ég, és mennyire jó. Claudia nem csak földrajztanár, hanem a holdrajznak és a holdi geográfiának is nagy ismerője. Amúgy nekem a kedvenc holdi objektumom, ami az észlelést illeti, az a Rupes Recta nevű valami, ami ugye az egyenes fal. Tehát ez nem tudom, van a Holdon egy ilyen bigyó. Mondok én ennél jobbat, a Pallus Putredinis. Az mi? Pallus Putredinis, nem tudjátok? Hát, latinul egyikötök se tanult. Hát az kérem szépen, ugye ez egy ugye mocsár, de ez csak annyiban mocsár, mint amennyiben a területeket, ugye Márének, a tengernek nevezzük. Ugye ez a rothadás mocsara, ez a Pallus Putredinis. A Putredinis a putri szavunkban köszön vissza, és ugye ez lenne maga a rothadás.
Rothadás mocsara, így van. Így van. Érdekes, vicces felszín alakzatok vannak a Holdon. Tök vicces, hogy onnantól kezdve, hogy Galilei véletlenül tengereknek képzelte ezeket, onnantól egy elharapózott ez, és elkezdtek így nevezni a dolgokat. Nekem az a kedvenc, amikor ugye mindig az emberek arcokat látnak, és akkor van ilyen alien arc a Holdon. Én ott szeretnék élni. A Nagy Ferenc egyébként, ő azt mondja, hogy ő bizony inkább a barlangot választja a sugárzások miatt. Hát? Amúgy nyilván, hogyha most nem a kedvenc helyünket kellene mondani, mert ugye itt két irányba mehetett el a dolog, tehát vagy a kedvenc helyedet mondod, vagy egy olyat, ami reális, és ha reálisan kell választani, akkor abszolút egy lávacsőbe kellene. Jó van, csőlakók a Holdon. Na figyeljetek, kedves csőlakók a Holdon. Hát az a helyzet, hogy záró gondolatok felé tartunk. Mert minden technika, ugye, hát mi még nem tudunk a Holdról közvetíteni, az világos, hogy Budapestről is alig megy, de azért elég kitartóan és ügyesen végigmanővereztük ezt a történetet, és ne higgyétek egyébként, hogy az Artemis program az nem ugyanilyen lesz, vagy hát látjuk, hogy Elon Musk is hányszor felrobbantott már mindent, hát ebből tanul az emberiség, ebből tanul a parallaxis univerzum is, tehát igen. Ahhoz képest szerintem elég jól végigmentünk. Záró gondolatokat legyetek kedvesek megosztani velünk a holdbeli jövőnkkel kapcsolatban. És ez ugyanúgy vonatkozik egyébként a hallgatókra is, de elsősorban rátok, most akkor pénzfeldobásos alapon Géza, téged kérdezlek, hogy... Hát megint csak nem leszek nagyon vidám, tehát az első pár év szörnyű lesz. Ha! Tehát... Jó. Lásd, amerikai telepesek. Nem. Nem ígérhetsz mást, mint vért, könnyet és szenvedést? Igen, tehát azért amerikai telepesek... Vérverítéket és könnyeket. Azt. Igen, ők kimentek az erdőbe, volt víz a forrásból. De hát azért kannibalizmushoz kellett folyamodniuk, kérem szépen. Oh dear. Hát jó, oké, mennél azért már jobbak. Azért remélem legalább lemúzsiat visznek magukkal. Ja, egyébként Kis Dávid kérdezett valamit, hogy igen, egy holdkráterbe terveznek rádiótávcsövet, ez azért nagyon jó, mert egyrészt a hold túlsó, egyébként ez egy régi terv, a 90-es évek óta merült fel először, a hold túloldalán rádiócsönd van, mert a rádiótávcsövekkel az a legnagyobb baj most már, hogy nem csak ugye vizuális fényszennyezés van, amiről a Bakonyi Csillagászati Egyesület osztopos tagjai sokat tudnának mesélni, hanem hogy a rádiótartományban is persze szennyezzük az eget, ami azt jelenti, hogy generáljuk magunk körül a rádió zajt, most ez is biztos kiszivárog a világűrbe, ez a sok baromság, amit most mondunk, ez is csak zavarni fogja a rádiócsillagászokat, úgyhogy a rádiócsillagászok kénytelenek elmenni a hold túloldalára, vagyis ez egy jó ötlet, mert a hold túlsó oldal az mindig azért túlsó, mert az mindig a földdel ellentétes irányban van, tehát a földről jövő rádiózajtól jól védve van, és ráadásul ott a közepén, egyébként pont azon a régiónban, ahol mi a magyar Kármán Tódorról elnevezett von Kármán kráter környékén helyezkedik el egy olyan kráter, aminek az alakja kb. Ideális ahhoz, hogy ott legyen egy bazinagy rádiótávcső, mert maga a kráter alakja egy kb. Eléggé tökéletes parabola tányér, tehát kis módosításokkal, úgymond, könnyen át lehet valami olyasmivé alakítani, mint amilyen a megboldogult emlékű Arecibói rádiótávcső volt, csak még sokkal nagyobb. Tehát itt valamilyen 10 kilométeres nagyságrendű átmérőjű kis krátert kell gondolni. Azért az elég pöpec lenne, tehát ez nem egy rossz ötlet, és bizony ez újra és újra előkerül. Nem tartjuk szerintem hülyeségnek, csak hogy Kis Dávid kérdésére válaszoljunk. Na de Klau, akkor a holddal kapcsolatos intelmeid az emberiség számára. Tessék! Én egy kicsit, akkor én hadd képviseljem az optimistább vonalat. Légy szíves. Én, hát, mondjuk azt, hogy reménykedem abban, hogy már az én életemben eljutunk odáig, hogy legalább egy állandó holdbázis alapjait létrehozzuk a Holdon. Uh-huh. Én szerintem ez egy kellőképpen szerény, és éppen ezért talán realista elképzelés. De azért hosszú életet kívánunk. Azért mindenképp összejöhessen.
Igen, a marsbázisnak amúgy lehet, hogy több értelme van. De hát az az igazság, hogy az már egy másik adás témáját fogja megtölteni. Most hogy állunk jelenleg ezzel a holdas marhasággal? Jelenleg, tehát 2022. októberének legvégén, Halloween-kor úgy állunk, hogy pénteken, november 4-én tervezi a NASA kigördíteni a nagy rakétáját, az SLS Space Launch System nevű jószágot, ami az majdan űrhajósokat a Holdhoz, nem a Holdra, csak a Holdhoz szállító űrhajónak az ember nélküli kísérleti útjára készül, amit egyébként, hát ha minden jól megy, akkor egy-két héten belül esetleg végre tudnak hajtani, de hát jól tudjuk, hogy ez már jó régóta csúszik. Én nem is tudom, talán szeptemberben, vagy mikor volt az, hogy a Space Junkie srácokkal összeültünk, hogy élőbe közvetítsük ezt a startot, de hát azóta folyamatos halasztások sorozata. Legutóbb például, ugye Floridáról lévén szó, egy hurrikán, az ilyen nevű hurrikán áldásos tevékenysége miatt kellett visszavontatni a szerelőcsarnokba ezt a nagy dögöt, de szivárog belőle a hidrogén, meg minden baja van, szóval... Igen, hát nem indul egyszerűen ez a történet, jó rímel arra, amit a Géza mondott az előbb, hogy minden kezdett nehéz. Ami... Tényleg, de én nem akarok negatív lenni, csak valljuk be, hogy lehet, tehát biztos nagyon jó lesz meg minden, de az eleje az azért nem lesz. Nem elkedvetlenítő lesz, és majd akkor kell erre emlékeznünk, és tudnunk, hogy az eleje nehéz, és most kell kitartani, hogy később aztán minden. A Klaus szavaival élve, amit a végítélet napjáról mondott egyszer, minden szipi-szupi legyen. Igen. Na, viszont hát most ennek az adásnak is szipi-szupi a vége, amennyiben nem kapcsolódunk újra szét. Tehát kísérleti adást hallottak a kedves hallgatók, élőben jelentkezett be a történetében először a Parallaxis Podcast. Nagyon köszönöm ezt az élményt. Egyrészt a technikai stábnak, élén egyébként a kreatív producerrel, Horváth Ádám Tamással, aki lehetővé tette az egészet, meg aki évek óta nyomatja az ötletet, hogy egyszer kéne élőzni, és lőn. Reméljük nem utoljára. És persze nektek is, kedves Géza és Klaudia, hogy itt voltatok velünk, tehát Pécsi Géza és Ivanics Rieger Klaudia, jó magam pedig Vince Miklós voltam, és persze nagyon hálásan köszönjük a kitartó hallgatóságnak és kommentelő társaságnak, akik tök jó kérdésekkel emelték az est fényét. Most természetesen azt nem hagyhatom ki, hogy ne mondjam el, hogy azért a Parallaxis Podcast sordogál a maga medrében, és biztonságosan felvett adásokkal is készülünk. Például november 10-én jelentkezünk a 76. Parallaxis Podcast-tel, melynek témája a Nobel és Ig Nobel díjak lesznek. Ugye ezt minden évben megcsináljuk. Megint kiadták a Nobel és Ig Nobel, vagyis hát bolond Nobelnek is nevezik díjakat. Utóbbiakból már-már hagyományszerűen Klau fog fölkészülni. Egyébként magyar vonatkozása is van az egyik Ig Nobel-díjnak. Sajnos a Nobelnek nincs, bár Karikó Katalint idénre is vártuk, de majd jövőre, ami késik, nem múlik. Igen, na most ez az élő adás egyébként valamilyen módon visszanézhető lesz a YouTube-on, úgyhogy aki elég kitartó és ügyes, az megtalálja az adás elejét és végét is a YouTube videóink között, de egyébként utólag természetesen podcast formában is hallgatható lesz a szokásos podcast platformjainkon ez az adás. Ne felejtsétek el, hogy lehet minket patronálni, tehát aki ezekben a vészterhes időkben elszórni való vagy eladakozni való pénzmennyiséggel rendelkezik, az emlékezzen meg a Parallaxis Podcastról, amelynek egy kitűnő felülete a patreon.com/parallaxis, és persze ne csak a Parallaxis Podcastre gondoljunk itt, hanem az univerzumunk összes műsorára, White szemestől, szubzsánerestől, szokolébresztőstől együtt. Szóval, ennyi, ezek voltak a kötelező körök, és még egyszer mindenkinek nagyon köszönjük, hogy ebben az érdekes kísérletben velünk voltatok, és reméljük, ilyen formában is találkozunk még. Szerintem ez tök jó pofa, és szerintem megígérhetjük, hogy még lesz ilyen. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.